Kenja Khan Toktosunova asszonnyal, a népművészet mesterével 2001 nyarán ismerkedtünk meg Kirgizia fővárosában, Bishkekben. Később felkerestük otthonában, az Issyk-Köl tó melletti Tamcsi faluban. Ettől kezdve egészen napjainkig szinte minden évben jártunk nála, és ő is többször járt Magyarországon. A szabott vart nemes takaró kirgiz neve Sirdak. Ez egy fontos ajándék, melyet legtöbbször az édesanya ad a leányának. A rossz anya nem ad sirdakot leányának, mondja egy kirgiz közmondás. Leányának csak újat adhat, a fiának használtat is. Megajándékozhatja húgát, nővérét, és ha teheti, más rokonait is. Amikor fiatalnak készül a sirdak, akkor világosabbak és élénkebbek a színei. Amikor idősebbnek készül, akkor mintázata lehet ugyanolyan, de a színvilága sötétebb. Gyakran előfordul az is, hogy a nagymama készíti az unokájának, hogy akkor is emlékezzen rá, amikor ő már nem lesz. Это сырдак. Наприданная мама. Ezt a sírdakot az édesanyám készítette nekem, aki sajnos már nem él. 1974-ben közösen vartuk, és megkaptam az esküvőmre. Szívesen dolgoztam vele. Én voltam az utolsó nagy segítője akkor is, amikor gyapjút festett, amikor a mintákat vágta, és amikor a nemes gyúrta. Gyakran mondogatta nekem, hogy ez a takaró egy levél a jövő számára. Ráírta az én életem történetét. A kirgiz asszonyok némelyike, mint például én is, olvasni tudjuk a mintákat. Annak is szép egy takaró, aki nem érti, de aki érti, annak többet mond. Я благодарна, что моим предкам, моим родителям. Hálás vagyok az elődeimnek azért, hogy megkaptam ezt a tudást. A kirgiz sírdakokon egyszerre van jelentése a teli mintának és az azt körülvevő hiány résznek. A leggyakrabban használt mintaelem a kosszarv, ami számunkra a gazdagságot jelenti. A mi nyelvünkön így hangzik, kocskor, műjüz. A mindkét végén becsavarodó minta kirgizül itt kujruk, azaz kutyafarok. Természetesen a mintákat többféleképpen lehet olvasni, de a történet vezérvonala körülbelül azonos. Amióta vegyi festékkel is színezzük a gyapjút, újabb színek is megjelentek. Én magam is készítek olyan sírdakokat, amelyekben színátmenetek találhatók. Ez az én találmányom és a fiamé. Úgy fésüljük kis gépünkkel a gyapjút, hogy a bunda már eleve színátmenetes. Kislánykoromban nagyon érdekeltek a jellegzetes minták, és gyakran jártam egy idős asszonynál, aki a családunk rokonságába tartozott. Igazából ő volt az én tanítómesterem. Amikor valaki egy takaró mintájáról beszél, akkor először mindig arról szól, ami középen látható. Most nagyon boldog vagyok, kaptam egy jó hírt, unokám született. A takaró közepén egy kislány látható, világos színben, alul és felül. A mellette levő sötét felület jobbra és balra egy fiatal madarat mutat, szárnyak nélkül. Az újonnan született kislány egy év múlva már úgy néz ki, mint egy kis kecske. Orra, füle és szarva van ennek a kecskének, ez a következő világos minta jobbról és balról, illetve fent és lent. Az én unokám úgy fog játszani és ugrándozni, mint egy kis kecske. A most következő sötét felület a felnőtteket mutatja, akik szeretettel nevelik gyermeküket.
A takaró szélén lévő minta azt mutatja, amikor a kislány életében először imádkozik. Ez is egy világos felület a takaró mindkét végén. Édesanyám mindenhova beletűzte az ő saját kicsi jelét, egy szívet. Ez az ő kézjegye. Sok helyen látható a takarómon. Természetesen másoknak is megvolt a maga egyéni jele. Az áttűzéshez a teve szőréből készült fonal a legmegfelelőbb. Az itt látható minták mindegyikének neve van. Például ennek a neve mókus, mi úgy mondjuk cickány. Valaha a mókusbőr volt a fizetőeszköz. A középkor elején, amikor a kereskedők a Kaszpi-tó partján összegyűltek, megegyeztek abban, hogy hány mókusbőr mennyi gabonával egyenértékű. Erről nagyapám is és apám is mesélt. Ez a minta egy férfit ábrázol. Ez a karja, ez pedig a feje. A kar hossza és görbülete a férfi erejére és korára utal. Nálunk a fiú gyermeke fontos, mert ő feleséget hoz. Ezáltal a család sokasodik és erősödik. Soha semmit nem dobunk el. Ha tönkre megy egy sírdak, a javarészeket kivágjuk és egymáshoz varjuk. Ezeket a kisebb foltonfolt nemesztakarókat tovább használjuk a sátor ajtaján belül. Ilyenek láthatók a szomszédaimnál. A sírdak mérete a sátor méretéhez alkalmazkodik. Hátlapját több darabból foltszerűen varjuk össze. A takarékosság is érték. Ezt is sugallja nekünk a hátoldal. Ez a farkasfog minta számunkra azt a helyet jelöli, ahol élünk, annak a határait. Kirgizia tele van hegyekkel. A farkasfogon belül a fehér rész a havas csúcsokat, a fekete a meredek sziklákat jelenti. Egy másik olvasat szerint a lélek emelkedését és süllyedését. Az elválasztó vonal két ellentétes sodratú zsinór, amihez a lyuk fejéről gyűjtött szőr a legmegfelelőbb. Amikor ezt a takarót készítettem édesanyámmal együtt, akkor itt a sarkánál elrontottam a mintát. Rosszul vágtam ki. Édesanyám figyelmeztetett erre, és azt is elmondta, hogy ezen már nem lehet segíteni. A minta arról szól, hogy három férjem lesz, ami rendkívüli itt Kirgiziában. Igaza lett. Minden úgy történt, ahogyan ez itt a takarón látható. A sötétkék szín a tisztaságot, az eget jelképezi. Hasonlóan a tisztaságra utal a fehér szín. A hó is, a kumisz és az anyatej is fehér. A sárga szint ritkán használjuk, nem kedveljük. Számunkra a vörös és egy bizonyos kék szín az élet és a halál jelképe. Főleg a régi nemesztakarókon látható ez az ősi színvilág. A kirgiz nemesztakarók tele vannak szemekkel. Ezek középen futnak végig, és alapvetően felosztják a takaró felületét. A jellegzetes mintaelemek ezen belül helyezkednek el, gyakran egymással szemközt tükrözve. Minden egyes szem egy-egy nemzedéket jelöl ezen a takarón. Így ülök én őseim történetén. Egy kisméretű ülőlapon Kenzse most bemutatja a sírdak munkamódszerét. Először egy nyers színű,
egy sötétbarna színű és egy homokszínű, nagyméretű nemezlapot készít. Ebből kivág egy fehér és egy barna, négyzet alakú lapot. Szájával megpendíti a festékporos madzagot, így jelöli ki a négyzet pontos vonalait, majd ollóval kivágja. Madzaggal ellenőrzi a négyzet pontosságát. A fehér lapot ráfekteti a barnára, és azt is kivágja. Mindkettőt kivasalja, hogy sima legyen. Erős, vékony pamutfonallal összetűzi a két lapot a széleken körben, majd az átlók és az oldalfelezők mentén. Barna oldalon bejelöli az átlókat és az oldalfelezőket. Fehér krétával megrajzol egy mintaelemet az egyik átló vonalán. Félbehajtja a nemezt, ami által a minta átmásolódik a túloldalra. Ezt újra megismételve, mind a négy mintaelem kirajzolódik. Ennek a mintának a neve kökör. Jelentése kumisztartó kis nyersbőr edény. Édesanyám mutatta ezt nekem, és a sírdakvarrást is. Már gyerekkorunkban sok mindent megtanultunk. Örömmel utánoztuk a felnőtteket. Munka közben szívesen zenélünk és énekelünk. A kirgizek évszázados hagyományaik szerint minden tevékenységüket a földön ülve végzik. A mintát vékony, éles pengéjű késsel vágja ki, a két lapból egyszerre. Egy pontból indul,
és ugyanoda ér majd vissza. A pengét függőlegesen tartja azért, hogy a felső és az alsó minta azonos méretű legyen. Kendzsének a finom, kis ívű vonala kivágásában nagy gyakorlata van. A nemez gyorsan kiveszi a kés élét, így újra meg újra meg kell fenni. Kivágás után két fehér és két barna minta keletkezik. Ezeket egymásba helyezve két ülőlap mintája jön létre. Ezek egymás testvérei. Az egyiknél a fehér minta kerül középre, míg a másiknál a barna. Sensin biri menin gütkönüm, kızıl bir gülü yoy dününün. Artında gağla toylonsun, katkırı oynap gülgönüm. Su boyundayım, taldayım, su koş boğun aybaldayım. Suluğum o seni men gütsüm, su bol boy gurgaytandayım. Egyik oldalán összetűzi a két részt. Ez később nem látszódik. Thank you.
az összetűzött lapot ráhelyezi a homokszínű nemezlapra, majd körülvágja, ez lesz az ülőlap hátoldala. Körben haladva nagy öltésekkel összetűzi a széleken, majd az oldalfelezők mentén. Minták széle találkozik, oda két világos barna zsinort var. A zsinórokat is saját maga sodorja gyapjú fonalból. Színük mindig eltér a sírda két alapszínétől. Az egyik zsinór jobb sodratú, a másik bal sodratú. Ezt akarja el a vékony széleket és az összevarrás nyomát. Ugyanakkor szebbé teszi, kiemeli a mintát. Az öltés menete a következő. Alulról átszúrja a két réteg nemezt, vízszintesen áthalad a két zsinóron, majd a zsinór mellett leszúr a hátoldalra. A hegyénél és sarkánál nehéz a fordulás. Mindig fél centit előre haladva ismétlődik a folyamat. Amikor a zsinórozás elkészült, következik a minták közepén haladó áttűzés. Ez is rögzíti az alaplapot a mintafelülethez. Hozzájárul ahhoz, hogy a sírdakot évtizedeken át használni lehessen. Végül az ülőlap szélét is beszegi egy zsinórpárral. Ilyen fut minden szabott vart nemeztakarón körbe.
A vízfelület elválasztja a földet a föld alatti világtól. A látóhatár elválasztja a földet az égtől. A sima víztükrön megkétszereződik a világ. A minta elemek tükröződése a sírdakok legfontosabb jellemzője. A víztükör, ez a nagyon vékony felület, az elválasztás mellett össze is kapcsol mindent. Itt sűrűsödnek azok az érzelmek, melyek életünket mozgatják.